hogy nálunk keresztényeknél is ugye 1054-ben nyugati és keleti keresztény reformáció, amikor Luther Márton 1517-ben ugye a tételeit adja, és akkor utána tovább úgymond osztódik a nyugati kereszténység, hasonlóképpen történik ez az iszlám vallásnál is, csak jóval korábban. Az iszlám vallásról tartott előadást az Intertiza Múzeumban Farkas Lajos, az intézmény igazgatója. Mint mondta, ez egy olyan vallás, amely rokonságban áll a zsidó és a keresztény hittel, a muszlimok közötti vezető szerepet pedig Mohamed próféta tölti be. Mondhatnám így, hogy a legfiatalabb vallásról van szó, hisz az iszlám időszámítás 622-t az úgynevezett hijzsrától indul, amikor Mohamed futása Mekkától Medináig. Gyakorlatilag ő nem egy új vallás szeretett volna, hanem azt a úgynevezett igazi isteni kinyilatkoztatást, amit sem a zsidók, sem később mi keresztények nem értettünk meg, ezt próbálna ő csiszolni, letisztázni. Az iszlám vallás egy isten hívő, középpontjában Allah és az ő szavának feltétel nélküli követése áll. A muzulmán népek életmódjára vonatkozó isteni kinyilatkoztatásokat a Korán tartalmazza. A Korán az iszlámban sokkal több, mint nálunk a Biblia. Nálunk a Szentírás vagy a Biblia az gyakorlatilag a kereszténységnek ugye egy alapját képezi, és általában a hitéletre koncentrálódik. A Korán nem. A Korán az átfogja egy muszlim embernek a teljes életét. Az öltözködéstől, az étel, a család, a viselkedés, tehát sokkal több, mint egy sima szentírás. Az igazgató hozzátette, az iszlám 1.570.000.000 követőjével a kereszténység után a világ második legnagyobb vallásának számít. Ezért tartotta fontosnak, hogy városunkban is minél többen megismerjék, és így könnyebben megértsék alapjait, nézeteit. Hogy a minden igazhitőnek 4 felesége lehet.